világ címmel nyílt kiállítás Forgó Edit népi viseleteiből a Piroskavárosi Általános Iskolában. A tárlatot az alkotó Feketéné Túri Margit emlékére ajánlotta, egyúttal az iskola egyik termét is a nagyszerű pedagógusról nevezték el. Gyertyaláng emlékeztetett Feketéné Túri Margitra, aki hittel, bölcsességgel és szenvedéllyel tanította gyerekek százait, nem csak a betűvetésre, de a néptánc szeretetére is. Kolléganője, Lovas Sándorné így írt róla. Láthatjuk újra emlékeinkből felsejleni az arcát, kedves mosolyát. Láthatjuk ropogósra vasalt ruhájában, ahogyan vezeti át az óvodából a kicsi elsősöket a tanítóra. Hallhatjuk újra figyelmeztető szavait sajátságos, rekettes hangján. Hallhatjuk újra ütemesen koppanó lépéseit a folyosón. Láthatjuk, ahogyan felér a lépcső tetejére, és libbenő járásával belép ebbe a tanterembe, amely szinte mindig az övé volt. De ki is volt ő? Túri Margitka, ahogyan Tari Kartás mindig hívta, vagy Margó néni, ahogyan mindenki szólította. Ő tanító volt. Olyan értelemben, ahogyan az orvos gyógyítónak nevezzük. Tanított megjelenésével, lényével, tudásával, szeretetével. Margó néni keze alól kerültek ki a seres fivérek is, akik dallal emlékeztek a nagyszerű pedagógusra. A terem, ahol évtizedekig tanított, mostantól Margó néni nevét viseli. Úgy, mint a fák a viharban gyökér nélkül nem tudják a szélvihart túlélni, egy iskolának is szüksége van a gyökereire. Margó néni iskolánknak egy olyan emblematikus tagja volt, akire kell emlékezni, és meg kell ismertetni azokkal is, akik nem ismerhették őt. Azt gondolom, hogy a mai generációnak is ismernie kell iskolánk régi nagy alakjait. Margó néni ezek közé tartozott. Tanítványaink már valóban nem ismerhették sajnos Margó nénit. Szüleik nagy része viszont az ő keze alatt nőtt föl. Csak úgy, mint az itt dolgozó kollégák többek között, én magam is elmondhatom, hogy több mint 40 éve volt ez az első alkalom, amikor átléptem ennek az iskolának a küszöbeit, amikor megismerkedtem Margó nénivel. Ő volt ez, aki a néptánc első alaplépéseit megtanította nekem. Aztán emlékszem rá, amikor főiskolásként benült az órámon, és olyan szeretettel és olyan nagy bölcsességgel irányított engem ezen a pályán, amit soha nem fogok neki elfelejteni. Aztán arra is emlékszem, amikor ide kerültem kezdőpedagógusként, és éreztem azt mindig, hogy vigyázó szemét rajtam tartotta, és arra is emlékszem, hogy gyermekeimnek is ő tanította meg annak idején, nem csak a néptánc alaplépéseit. Az Alföld Néptánc Együttes ifjúsági csoportja is tisztelget Margó néni emléke előtt. Az élet igazi értékei köztünk vannak, csak meg kell állni egy kicsit, hogy észrevegyük. Kezdte kiállítás megnyitó beszédét Váradi Gáborné. Edittel már a 80-as években a gimnáziumban ismertük egymást, majd 1987-től kezdtünk tanítani a tömörkény iskolában. Szinte még ő is gyerek volt, hiszen alig lépett a felnőtt korba. De tyúkanyóként gyűjtötte maga köré a gyerekeket, akiknek néhány hónap alatt a néptánc lett a legkedvesebb délutáni időtöltése. Hajot fontak, néptánc cipőkben, fekete csizmában kopogtak, ropogósra keményített fehér ingeket, csipkés blúzokat vasaltak,
piros szalagokat kötöttek, s harsányra énekelték a legszebb magyar nótákat, dalokat. A rajztanterem délutánra próbateremmé alakult, s csak azt láttuk, hogy száll a kor, a gyerekek arca tűzpiros, s önfeledten mosolyognak, viháncolnak, csipkelődnek, táncolnak, énekelnek, egyszerűen csak boldogok. Edite közben megtanította őket igazi szép lánynak és fiúnak lenni, szeretni a zenét, s tisztelni a magyar néptáncot, a magyar néphagyományokat. Dél-alföldi nyírségi és más tájegységek viseletei. Mind egytől egyik Forgó Edit, az Alföld Néptánc Együttes művészeti vezetőjének keze munkája. Leginkább az motivált, nem az, hogy milyen ruhákat is fogok idehozni, hanem az a szerettem, aki a szívemben van nagyon régóta, neki szerettem volna egy olyan kiállítást, egy olyan emléket, egy olyan pillanatot teremteni, amit nagyon régóta megérdemelt volna. És hát ez a kiállítás Margóról szól, Feketéné Túri Margitról, és mindaz, ami a ruháim bezengnek, az neki szól és érte van itt. Az a határtalan nagy szeretet, az a nagyon nagy tisztelet, és mindenféle olyan érzés vett úrrá, amivel azt sem tudtam megfogalmazni, hogy mióta ismertem Margót, azt sem tudtam megfogalmazni, hogy miért szeretem. Egyszerűen a lénye az, ami mindig is elvarázsolt, és kortalanná vált az ismerettségünk is, és gyakorlatilag mindaz, amit tettünk együtt. Azt hiszem, hogy nem az tart sokáig, amíg az ember megvárja, hiszen a varrógép mellé leül, és nem nézi a perceket, hanem mindegyik ruhának a gazdája fontos számomra. Nem tudok arc nélkül, nem tudok lélek nélkül varni, és többször mondta egy-egy zsűri már, hogy mind a mellett, hogy látszódik, hogy délalföldi, vagy látszódik, hogy nyírségi ruha, amit varrok, mindegyikbe látszódom én. Talán ettől másak, ettől többek a ruháim. Nem tudom, nem gondolkodtam rajta, viszont minden egyes viselet, amit itt is kiállítottunk, én látom azt az arcot, aki hordja, és látom azt a lelket, aki megtölti tánccal a ruháimat. Ezzel a kiállítással Forgó Edit ismét átad önmagából egy kis darabot. Szépséget, tisztaságot, értéket.